A világ sajtót is bejárta a hír, hogy Csák János kulturális és innovációs miniszter kirúgta a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóját, miután Elsimon László szerinte megtagadta a neki adott utasítást a WordPress fotókiállítással kapcsolatban. A tárca vezető Dúró Dóra jelzése után utasította Elsimont. Vendégünk a Mi Hazánk képviselője. Dúró Dóra, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondta, hogy ez az ügy megmutatta, hogy van értelme az ellenzéki politizálásnak. Ön szerint ez az értelme az ellenzéki politizálásnak? Hát ez egy konkrét siker, amit a Mi Hazánk mozgalom fel tud mutatni. Egyrészt a kiállítással kapcsolatban is, másrészt pedig egy személyi változás és egy politikai következménye is lett ennek, ha úgy tetszik. Tehát ez mindenképpen siker. De mit ért ezzel az egész üggyel el? Azon kívül, hogy eltávolítottak egy olyan embert a múzeum éléről, akire minden fideszes képviselő, akit megkérdeztek, azt mondta, hogy hatalmas volt a kultúrára való rálátása, igazán értett ahhoz, amit csinált. Mit ért el ezzel? Neki valószínűleg lesz egy másik pozíciója, és kineveznek egy másik embert a múzeum élére. Mit ért el ezzel a Mi Hazánk? Azt, hogy nem egy olyan ember vezeti a Nemzeti Múzeumot, akinek a vezetése alatt ez a kiállítás bekerülhetett oda, és LMBTQ propagandát, illetve abortuszpártiságot közvetítette a magyar állam által fenntartott, bizonyos szempontból Magyarország első számú múzeumának tekinthető intézmény. Másrésztről pedig úgy gondolom, hogy az eltávolításában sokkal inkább játszott nagy szerepet az, ahogyan reagált Csák Jánosnak az utasítására. Tehát nem gondolom, hogy feltétlenül eltávolította volna a miniszter, hogyha elfogadja a döntést. Egy dolgot biztosan elért, amire egyébként utalt ő is, mert mint Elsimon László, hogy annyian mentek el erre a kiállításra, hogy valószínűleg az életben nem mentek volna el ennyien, de attól, hogy leváltották Elsimon Lászlót, mi fog történni ön szerint? Hát nagyon remélem, hogy ez egy intőjel mindenki számára, hogy a törvényeket be kell tartani, és hogyha van egy gyermekvédelmi törvény Magyarországon, azt igenis komolyan kell venni. Egyrészt óriási veszély a fiatalokra nézve az a digitalizációs kor, illetve ezek az eszközök, amelyek az ő szabad idejüket algoritmusokon keresztül lefoglalják, és az ő tudatukat befolyásolják. Ez a Nemzeti Múzeumban van ez a nagy veszély? A Nemzeti Múzeumnak a kiállítása is kapcsolódik ahhoz az LMBTQ propagandához, ami cunamiként árasztja el a gyerekeinket, és érdemben tudja befolyásolni azt, hogy ők milyen képet fognak alkotni a párkapcsolatban. Több ezer fotó van, egy pár fotó volt, amiről ön beszél. A kiállítással önmagában akkor nincsen baja? De alapvetően nem a fotókkal volt a baj, tehát Az a két probléma volt. Az egyik a propaganda, hogy ez a kiállítás egy tablón az LMBTQ kisebbség elleni erőszakot nevezi a világ legnagyobb problémájának. Tehát ez történelemhamisítás. A 2022-es évben a világnak nem a legnagyobb problémája volt az LMBTQ kisebbség. Ön ebből a kiállítást megnézte, és ezt szűrte le, hogy ezt a... Nem ezt szűrtem le, ez oda ki van írva. Tehát én ezt a fotókat közzétettem a Facebook oldalamon. Értem, hogy a sajtó, meg az emberek is nyilván a tűsarkúba öltözött férfiakat nézték meg, de hát ott van, én lefotóztam. Értem, de ez a kiállítás az ott van. Ez ott marad attól, hogy nem Elsimon László a főigazgató. Most már nem látogatható ez a kiállítás tudtommal. Másrésztről pedig, amit én kifogásoltam, hogy kiskorú gyermekek számára is hozzáférhető volt ez. Tehát szerintem egy ilyen kiállítást nem lett volna szabad beengedni a Nemzeti Múzeumba, mert emögött az intézmény mögött a magyar állam áll, és annak igenis egy minőségbiztosításnak kell lennie. Hát a kiállítással is gondja van, akkor nekem egy idézetet engedjen meg. Szeretném megköszönni a kiállítás szervezőinek, hogy elhozták nekünk ezt a tárlatot. Szeretném megköszönni minden kiállított fotó alkotójának a munkáját, rendkívül fontos munkát végeznek, cselekvésre sarkalnak, ők figyelmeztetnek minket feltétlen kötelességeinkre. Ez a kiállítás megnyitóján hangzott el, és nem más mondta, mint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Most Orbán Balázst is szerintem hiba volt a részéről. Szerintem hiba volt a részéről, hogy ezt mondta ezen a tárlaton. Nem tudom, hogy tisztában volt-e vele, hogy milyen képekről beszél, vagy úgy mondta ezt, és írta meg neki előre valaki a szöveget. Látta a kiállítást, Elsimon László ezt elmondta egyébként. Akkor politikai hibának tartom Orbán Balázs részéről is azt, hogy ezt így méltatta, és nem értek vele egyet. Szerintem ez kártékony, és egyébként az én véleményem szerint a Magyar Nemzeti Múzeumban ilyen kiállításnak felnőttek számára sem lenne szabad elérhetőnek lennie. Elsimon László azt mondta erre, hogy a kiállításainkon meg kell jelenniük a világban zajló háborúk, politikai mozgalmak, sőt, még a devianciák megrázó erejű
erejű képeinek, tárgyainak is, aki nem érti, hogy ezeknek mi a keresni valójuk a Nemzeti Múzeumban, az nincs tisztában a történelmi múzeumok küldetésével. Nem normálvá teszik, hanem bemutatják. Nem bemutatják, hazudik el Simon László, ugyanis azt közvetítette a kiállítás, és ezáltal a Nemzeti Múzeum is, hogy a világ legnagyobb problémája az LMBTQ kisebbség elleni erőszak. Mert volt egy ilyen kép, tehát értem, nem hogy egy kép volt. Elbújtatjuk nem egy kép, a melegeket, nem, ha nem tehát, beszélünk, nem látjuk, nincsenek is, akkor nincs abortusz sem, ha nem beszélünk róla, ha nem mutatjuk be, hogy a művészet reflektál ezekre a témákra. Ez nem egy művészet, amiről én beszélek. Önök végig a képről beszélnek, én pedig egy írásos tablóról beszélek, amin egyetlen darab kép sem volt, a Facebook oldalamon közzétettem. A WordPress fotókiállításon nem csak képek voltak, hanem volt egy ilyen összefoglaló írásos anyag, ami azt állítja, hogy a világ legnagyobb problémája az LMBTQ kisebbség elleni erőszak, és a világ harmadik legnagyobb problémája egyébként, hogy az Egyesült Államok életpártiban a legfelsőbb bíróság életpárti döntést hozott az abortusszal kapcsolatban. Ez egy propaganda, aminek szerintem a Nemzeti Múzeumban nincsen helye, mert a magyar államnak nem ezt az értékrend. Az előbb azt mondta, hogy már nem látogatható a kiállítás. Igen, én úgy tudom. De ezt honnan, hogy bezárták ezt a kiállítást? Hát eleve azt hiszem november 5-éig hirdették meg. Tehát az 5-éig lett volna vedett, akkor nem azért nem látogatható ez a kiállítás, mert így felléptek van, ellene, így. Hanem mert eleve bezárták volna. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.